Klasszikussal szólva, önök hazudnak éjjel és hazudnak nappal, minden hullámhosszon. Az iskolaőrök bevetése mellett önök úgy érveltek, hogy nem maradt más eszköz az iskolai erőszak megakadályozása érdekében, Maruzsa államtitkár úr szerint, aki azt állítja, hogy a kormány az elmúlt 10 évben nem tett semmit, de most bezzeg, gumibottal és bilincsel akarja büntetni a fiatalokat, az lemaradt az elmúlt 10 év eseményeiről. Abban, amit államtitkár úr elmondott, arra lehet következtetni, hogy a kormány mindent megtett az iskolai erőszakkal kapcsolatos prevenció érdekében, de a szakemberek által javasolt módszerek sorra kudarcot vallottak. Azt sugallja nekünk az államtitkár, hogy a mi helyzetünk speciális, Magyarországon kivételes és nehéz folyamatok zajlanak, itt tehát nem működnek a prevenció kitaposott útjai. Ehhez képest június 10-én a PDS arról számolt be egy sajtótájékoztatón, hogy az államtitkár egy egyeztetésen elmondta, hogy a tavalyi évben az iskolai erőszakkal kapcsolatos prevencióra elhatárolt 23 millió forintos keretet idén 30 millió forintra növelik. Azt is elmondta, hogy azért nem határoztak meg magasabb összeget, mert nem volt rá nagyobb igény. A valóság tehát az, hogy önök hazudnak. Évi 30 millió a prevencióra, az annyi, hogy mindenki számára érthető legyek, amennyit Mészáros Lőrinc körülbelül másfél óra alatt keres, vagy annyi, mint 43 forint diákonként évente. Nem a prevenció bukott meg tehát, mert az ugyanis nem is volt. Önök buktak meg ismét az igazmondó verseny selejtezőjében. Kérdezem tehát, meddig hazudnak még az iskola rendőrség ügyében? Tisztelt miniszter úr, válom válaszát. Köszönöm szépen, képviselőasszony, megadom a szót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Természetesen a választópolgárok döntenek arról, hogy egy pártnak az élete az milyen hosszú, és bár a mostani előrejelzések szerint a Magyar Szocialista Párt élete az vége felé jár, de mégis én ezt egy ambiciózus felszólásnak tartom, hogy egy olyan idézettel kezdett, és ezt próbálja vádként megfogalmazni a kormánnyal szemben, amelyet az 56-os forradalom során a rádióra használtak, miközben abban a pártban ül, ami jogutódja az 56-os forradalmat vérbe folytó kommunista pártnak, majd pedig akkor vált ismerté, amikor Gyurcsány Ferencnek a napszavokat sem sikerült egy MSZP-s frakciódésen felsorolnia az összeri beszéd során, és ezt követően a történt, ami történt, mindannyian emlékszünk, de az biztos, hogy tovább éltette Gyurcsány Ferenc a hazugságot, amivel 2006-ban még egy választást sikerült megnyerni. Tehát az a tiszteletteljes kérésem, hogy képviselőasszony, ha ebben a stílusban kíván kérdezni, akkor legalább ne a munkásmozgalom történetéből válasszon ehhez idézetet, mert az a kérdés, amit én egyébként egy fontos kérdés, szerintem egyet kell, hogy értsünk abban, hogy míg általában a magyar oktatásban a rend biztosítható, vélhetően sok területen a prevenciós eszközök is működnek, addig vannak olyan térségei és vannak olyan iskolái az országnak, ezek lehetnek szakképző intézmények is és rendes iskolák is, ahol igenis sajnos iskolaőrre van szükség ahhoz, hogy a fegyelem és a rend biztosítható legyen. Nem csupán a gyermekek miatt, ez talán ritkább eset, hanem a szülőknek az iskolában való rendszeres erőszakos megjelenése miatt. Attól, hogy valaki erről Budapesten nem vesz tudomást, attól még ez sajnos az ország egyes térségeiben valóság, és úgy gondolom, hogy abban pedig egyet kellene értsünk, hogy a tanárok védelme, hogy aki egyébként hivatását teljesíti egy olyan térségben, ami sokszorosan hátrányos térség, annak a védelmét az államnak biztosítania kell. Szép dolog a prevenció, tudjuk, hogy milyen ideológia mentén szokták újra és újra ezt hangoztatni, ettől még bizonyos területeken eredményes is lehet, de sajnos vannak olyan térségek, ahol iskolaőre van szükség. Köszönöm szépen, miniszter úr, viszont válaszolom meg a szót képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, természetesen nem tudom elfogadni a válaszát, hiszen nem arról beszélt, amit kérdeztem. Csoda-e, hogy az iskolai erőszak egyre komolyabb problémává válik országszerte, amikor az oktatási irányítás nem kezeli ezt a problémát a helyén. Ahogy a vitában is elmondtuk, a prevenciónak kell lenni az első számú prioritásnak, minden más, így a rendészeti megoldásnak is. Ezt kellene kiegészíteni, miniszter úr. Önök nem készítettek elő egy tényleges prevenciós programot, hanem rögtön a rendészeti megoldás, a büntethetőségi korhatár leszállítása mellett döntöttek. A szakmaiságnak úgy tűnik, esélyt sem adtak.
kérem, magyarázza el, hogy az iskolaőrök bevezetésére szánt összeg egy jelentős részéből miért ne lehetne valódi prevenciós programokat hirdetni, miért nem lehet visszaengedni azokat a civil szervezeteket az iskolákba, amelyek kész módszertannal tudnák segíteni a prevenciót. Miért szeretik önök ennyire a gumibotot, miniszter úr? Köszönöm, képviselőasszony, viszont válasz megilleti a miniszter urat. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony. 10 éve vagyunk kormányon, tehát nem lehet azt mondani, hogy az iskolaőrség bevezetésével kezdtük volna. Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan térségek az országban, ahol ha egy gyerek mondjuk egyest kap, akkor utána a szülőbe megy, és erőszakosan lép fel a tanárral szemben. Ez különböző prevenciós megoldásokkal nem lehet megoldani. Ezt iskolaőrrel lehet megoldani, a szükséges kényszerítő eszközzel lehet megoldani, és egyébként pedig nem csupán a büntethetőségi korhatár leszállításával, felhívom képviselőasszony figyelmét arra, hogy ez egyébként korábban történt meg, most csupán a tanárokkal szembeni bűncselekményeket soroljuk ebbe a körbe, tehát korábban is ez már megtörtént, egyébként külföldön is megtörtént, éppen Tony Blair alatt az Egyesült Királyságban is megtörtént, de az is egy fontos eszköz, hogy aki a tanárral szemben erőszakos cselekményt követel, abban az esetben 1 éves időtartamra a családi pótléktól is el fog esni a család szemben. Helyes, indokolt és előremutató lépés. Egyetlen kritikát tudunk elfogadni, hogy ezt nem korábban tettük meg. Köszönöm a figyelmet.